Barney, Camilla és Herceg szemmel láthatóan jól érzi magát a kényelmesen kialakított otthonában. A három vadászgörény 2 éve él már a szőlősi családnál. Ők mentett görények. Nagyon örültünk neki, mikor ők hozzánk kerültek, mert kicsit felpezsdítették az életet itthon. Ugyanis amikor szabad lábon mászkálnak, nem ketrecben tartjuk őket, akkor belecsipkednek a lábunkba, és a kezdet-kezdetén nem csak a lábunkat csipkedték, hanem aminket érték. A rendszeres foglalkozásnak és közös játéknak köszönhetően már valamennyi kisállat kezes bárány, így nem csoda, hogy még a 4 éves Zselyke is bátran nyúl hozzájuk. Nem beszélve bátyáról, Tamásról, aki a felelős állattartást is gyakorolja. Én szoktam a ketrecüket takarítani, meg én szoktam nagyjából mindig foglalkozni a görényekkel. Hát én szoktam őket nevelni, simogatni. A görény társas lény, ezért nem célszerű magányosan tartani. Egy pár esetében minimálisan 1 méter hosszú ketrec szükséges. Finom puha rongyokba függő ágyakban alszanak. Semmi körülmények között nem szabad alájuk sem szén, szalmát tenni, sem pedig forgácsot, mert ez káros lehet az egészségükre. A vadászgörények alomra szoktathatóak, mint a cicák, teljes mértékben szobatisztaságra nevelhetőek, igénylik is a tisztaságot maguk körül, ezen kívül még az etetőtájuk van, valamint víz. A kis ragadozók hamar megszokják más házi kedvenc jelenlétét. Van egy kutyusunk, ő egy tibeti terrier kölyök kutya, vele nagyon jól kijönnek, a legjobb barátja, kergetőznek, játszanak, a tibeti terrier, mint pásztorkutya terelgeti őket, tehát abszolút javaslom, hogyha házi állat van már a görényt, mert össze lehet őket szoktatni. A vadászgörény átlagosan 7-8 évet él, de olykor lehet látni 10-11 esztendős példányt is. Persze ahhoz, hogy egészségét sokáig megőrizzük, oda kell figyelnünk a táplálására. Húsevő, tehát csak és kizárólag húst eszik, semmilyen más táplálékot nem fogyaszt. Leginkább szárnyast, gondolok itt a csirkére, kacsahúsra, ezen kívül lehet etetni még nyúlhússal, valamint a bátrabbak egérrel is etethetik. A görények hamar megtanulják a nevüket és hívásra előjönnek. Ezen kívül még kimondottan hasznossá is tudják tenni magukat. Ha mondjuk rendetlenek a gyerekek, akkor összeszedi a játékokat és egy helyre gyűjti, tehát abszolút praktikus. Tudom, hogy a kanapé alatt vagy éppen az ágy alatt kell keresnem a játékait. Sajnos sokan átgondolatlanul vágnak bele a görénytartásba. Ezzel magyarázható, hogy a vadászgörényklub munkatársainak éves szinte mintegy 100-150 állatot kell menteniük. Pedig, mint ahogy a Ágnesék példája is bizonyítja, a kis szőrmókok meghálálják a szerető gondoskodást.